Hát igazán rémes napom volt. Ismersz, drágám, ha felgyűlik bennem a méreg, mintha égő kanócot húznék magam után, minden átmenégű fölrobbanok. Mellesleg Mistótné, a tejcsarnokos nő, már régen az idegeimre megy, de hogy pont Paula szem előtt, a Csatárka utcai tejcsarnokban, képzelje, Gizám, bal karomon a társbérlőm macskája, jobb kezemben egy joghurtos üveg, benne fél deci tej. Egyik lábamon papucs, a másikon fűzős cipő, és a fejemen egy vadidegen nő kalapja, mely véletlen rajtam maradt. Én kiabálok, és nem nagyon válogatom meg a szavaimat, Mistótné szintén, a mögöttem álló négy öregasszony is kiabál, mert az egész környéken tejcsarnok ellenes a hangulat. És akkor képzeld, Gizám, hogy ennek a zűrzavarnak a tetőfokán egyszer csak nyílik az ajtó, és ott áll egy nő. Csak nézett lefelé, mint egy nagyon piszkos fürdőbe, az ember utál bemenni. Barna haja volt, de olyan természetes barna, mint egy vadgesztenye. Mogyorószín, Jersey, angol kosztüm volt rajta, amire rá volt írva, hogy nem Budapest. És kérlek, Gizám, harisnya nélkül, mert le volt sülve olyan barnára, mint a sportuszoda. Ha nem tudnám, hogy nálam 4 évvel idősebb, azt hinném, hogy 10-del fiatalabb. De mindez nem érdekes, drága Gizám, hanem csak az, hogy még meg se szólalt, csak állt és nézett, és abban a szempillantásban csönd lett. Hát mindenki őt bámulta, és mindenki szégyelte magát. Jaj, nem ismertem meg, ő kezdett engem nézni, aztán megkérdezte, ha nem tévedek, ugye Orbán Béláné. Nekem meg nem jött ki hang a torkomon, csak a tejcsarnokos nő kezdett magához térni. Folytatni próbálta a pofázást, de csak egy fél kukorékolás jött ki belőle, mert akkor Paula megkérdezte tőle, hogy mit óhajt, asszonyom. Mistótné abban a pillanatban erkölcsi halott volt, és egy árva szót sem tudott szólni, amikor fizetés nélkül eltávoztam Paulával. Na, és mit mondott erre a tejcsarnokos nő? Hogy különben se lett volna köteles kiszolgálni fél deci tejet. Hát miért nem vettél többet? Mert ennyi elég a macskának. Ezen vesztetek össze? Még nem. Erre én a lehető legudvariasabban megkérdeztem, de hol van ez kiírva magánál, angyalom? Erre mit mondott? Hogy ezt nem kell kiírni, mert ez természetes. Erre mit mondtál? Hogy mindent ki kell írni. Erre mit mondott? Hogy különben is a tejcsarnok vasárnapi nyitvatartása a csecsemők és gyermekek tejellátását szolgálja, nem pedig az állatok etetését. Na, ettől már kezdett melegem lenni. Mit mondtál? Megkérdeztem még mindig udvariasan, és ez miért nincs kiírva magánál, angyalom? De erre mit mondott? Hogy ezt sem kell kiírni, mert ez is természetes. Erre mit mondtál? Ha ki van írva, hogy a sütemények fogdosása tilos, akkor ezt is ki lehetett volna írni. Erre mit válaszol? Hogy nem lehet mindent kiírni. Erre mit mondtál? Hogy de lehet. Erre mit mondod? Hogy de nem erre lehet. Erre mit mondtál? Hogy de lehet. Kiabáltál vele? Még nem. Ő kezdett kiabálni? Én kezdtem kiabálni, mert felszólított, hogy azonnal hagyjam el a helységet. Kérdeztem, milyen jogcímen. Az azon a jogcímen, hogy a tejcsarnokba állatokat behozni tilos. Kérdeztem, és ez hol van kiírva? Azt mondta, pont a fejem fölött. Tényleg ki volt írva? Tényleg ki volt írva. Akkor neki volt igaza? Ettől lettem dühös. Mit mondtál neki? Hogy dupla valagú. És... akkor lépett be az a bizonyos Paula? Miért mondod ezt ilyen gúnyosan? Hát, hol itt a gúny? A hanghordozásodban van a gúny. Képzelődsz, drágám. Úgy látszik, Paula barátnőm valamiért nem tetszik neked. Tévedsz. Az nem tetszik, hogy rendetlen öltözékben lépsz ki az utcára. Ha nem volt időm felöltözni, mert megszökött a macska. Egy macska nem szokott megszökni. Ha nem is az én lakásomból szökött meg, hanem a szomszédom lakásából. Hogy kerülsz te félig felöltözve a szomszéd lakásba? Hány perce beszélünk? De törődj vele! De mégis! Nem számít! Beteg a szomszédnőd? Szomszédnőm nem is volt otthon. Hogy kerülsz te félig felöltözve a szomszédnőd üres lakásába? Miért kell neked minden legapróbb részletet tudni? Mert féltenek. Engem nem kell félteni. Lehet, hogy az egész nem más, mint a nálad szokásos felfordulás, de a leveledből úgy veszem ki, hogy több. Mindent elmondok, drága Gizám, csak nyugodj meg. A szomszédnőm egy drága kis szerencsétlen teremtés, mindenki csak egérkének nevezi. Tudod, van egy játékunk, ha hazajön a hivatalból, átnyávog nekem, én beeresztem az adjunktusék macskáját, az visszanyávog, egérke fel a macskának, a macska egérkének. Nem is játék, ez csak a szokás. Na mindegy. Minden esetre nálam van a lakása kulcsa, mert egész nap dolgozik, és csak a szabad idejében foglalkozik kalapokkal.
Épp öltözködtem, amikor az egyik vevője, bizonyos Matuszné telefonált, hogy elkészült-e már a kalapja. Amikor átmentem megnézni, a macska a karomon ült, de egy percre letettem, mert kíváncsiságból főpróbáltam annak a Matusznénak a kalapját. Abban a szempillantásban leszakadt az ajtón. És te utána? Hát persze. Abban az öltözékben? Így is a harmadik utcában értem utol. Nincs olyan macska a világon, amelyet én hanyag öltözékben szaladgálnék az utcán. Tudod jól, hogy a macska nem az enyém, hanem a társbérlőmé. Azt is megírtam, hogy mennyire ragaszkodik hozzám. Képzeleted, mit szóltak volna az adjunktusék, ha megtudják, hogy megszökött az imádott macskájuk, amelyre már amúgy is féltékenyek voltak. Na, ezt nem írtad. Mit nem írtam? Te csak azt írtad, hogy az adjunktusék végtelenül udvarias és finom emberek, de azt nem, hogy féltékenyek? Most ez olyan érdekes? Hát az az érdekes, hogy miért féltékenyek? Mert állítólag elcsábítom a macskájukat. Mivel csábítod el a macskájukat? Mennyibe kerül egy perc? Mondtam már, hogy ne törődj vele. Mivel csábítod az adjunktusék macskáját? Egy fél deci tejet szoktam neki adni. Mást, nem? És egy kis húst. Szerinted ez helyes? Ők nagyon finom emberek, de túl érzékenyek. Akkor én is túl érzékeny vagyok. Te is megsértődnél? Én is megsértődnél. Te is túl érzékeny vagy, drága Gizám. Ezt most hallom először. Mi most vagy először megsértve? Semmi jelét sem adtam annak, hogy meg volnék sértve. Elejétől fogva érzem, hogy valami bánt. Nem tudom, mire célzol. Paulára célzok. Megint képzelődsz. Ha neked új barátnőd van, akivel jól érzed magad, annak én csak örülök. Tudom, hogy örülsz, de valami megzavarja az örömödet. Semmi. Én legfeljebb a leveled egy passzusát érzem egy kicsit elhamarkodottnak. Melyik passzusát? Azt írtad, hogy az a bizonyos Paula pont olyan hatással van rád, mint én. Nagyon csodálkozom, édes Gizám. Mind csodálkozom rád. Én ezt a legnagyobb elismerésnek szántam. Az ő finom lénye, lelki nemesség emlékeztet rád. Csak hogy ez a te Paulád mogyoró szincsör szíben jár, és barnára festi a haját, ebben is hasonlítunk. Te is nagyon sokat adsz az öltözködésre, drága Gizám. Mert reprezentálok a fiam házában. Hidd el, hogy a legdrágább párizsi ruháim is a koromhoz illőek, és nézd meg a hajamat, drágám, nem barna, hanem ősz. Neked ebben is szerencséd van, hogy gyönyörűen őszültél, de az se bűn, ha valaki befesti a haját. A milliók és milliók járnak festett hajjal. Mondd ezt még egyszer. Mit mondjak még egyszer? Amit utoljára mondtál. Azt mondtam, hogy milliók járnak festett hajjal. Sejtettem. Mit sejtettem? Te is barna lettél. Megáll az eszem! Igen vagy nem? Meg kell mondom, drága Gizám, egy kicsit furcsálom ezt a feltételezést. Úgy nyugodjon békében, drága jó apám? Nem szoktam ilyen hülyeségekre esküdteni. Akkor mégis barna vagy? Nem vagyok barna. Ott más színt ajánlott az a drága Paula. Arról beszélsz így, aki szegény jó férjemmel együtt megmentett az éhhaláltól az ostrom alatt? Ki mentett meg az éhhaláltól? A barátnőm, dr. Kausz Istvánné, a Paula. Mi ugyanis együtt vészeltük át az ostromot egy budai pincében. Szegény jó Bélám, amilyen múlya volt, nem gondoskodott az ellátásunkról. Mindössze néhány tetanuszt és 500 ultraszeptilt hozott magával a janicsári patikából. Ha Paula nincs, ott fordultunk volna fel éhen. Nem csak liszttel, zsírral és krumplival látott el minket, hanem mézzel, angol szalonnával, sőt tojással is. És mindezt akkor, amikor még a saját büdösségüket is sajnálták egymástól az emberek. Én te rólad beszélek. De ezt Paulára üt vissza. Engem csak a te sorsod aggaszt. Ne aggasszon téged az én sorsom. 5 perc múlva szégyelni fogod ezt a veszekedést. Soha életemben nem veszekedtem! Egész életedben imádtál veszekedni. Fejezzük be ezt a beszélgetést, drágám. Igen, én is ezt mondom. Misit üdvözlöm. Át fogom adni. És Hildegárdot és a 2 unokádat is. Köszönöm szépen. Csókollak, Gizám. Csak vigyázz magadra. Nincs mire vigyázzak. Aludj jó. Te is. Fogány Judit és Molnár Szirozsika. Oda vissza nem jutott. Vastaps, hát vastapsot kaptak. Vastapsot kaptatok. Köszönöm. Fogány Judit és Molnár Szirozsika. Piroska, drága, nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál, de ne menjél még haza.